Rendkívüli rádióadással emlékeztek meg az 1946-os vápki telepítésről a piros iskolások. A felső tagozatos német nemzetiségi tanulók adását minden tanteremben nagy csendben hallgatták a gyerekek. Több mint 200 ezer embernek kellett elhagyni a Magyarországot. Egy bacsóval a hátukon, mint ahogyan egykor érkeztek. Az iskola folyosóján kiállítás látható. A gyerekek által készített tablókon képek, rajzok és a családban hallott szöveges visszaemlékezések olvashatóak egy elmúlt korról, amikor a Magyarországon élő svábokat a II. Világháború miatt kollektív bűnösnek kiáltották ki. Nekünk feladatunk nemzetiségi iskola lévén, hogy a gyerekeknek a hagyományokat, a kultúrát átadjuk, átörökítsük, és ezzel együtt a német identitásukat is megerősítsük. Fontos az, hogy ez az emlékezett kultúrájuk is kialakuljon, és talán a múlt hibáiból majd a lendő ifjúság tanulni fog, és ilyenek nem fognak többé előfordulni. Az a célunk, hogy lehetőleg még ebben az évben legalább egy emléktábla készüljön a kitelepítés alkalmából ebben a kerületben is, még ha nem is olyan frekventált helyszín vagyunk, mint mondjuk Soroksár vagy más Pest környéki falu vagy község. Mi azt szeretnénk, hogy jövőre, januárban, amikor ez az emléklap megrendezésre kerül, a kerületi német önkormányzat és a hozzá kötődő lakosság már ott tudjon megemlékezni. A Pest-Szentlőrinci Német Nemzetiségi Iskolában 2013 óta minden évben megemlékeznek az 1946-os sváb kitelepítésről.